Teltház előtt zajlott a Fekete-Vörösmarty hagyományos gálája, amelyet az intézmény diák önkormányzata Vörösmarty Mihály születése 222. évfordulója tiszteletére rendezett december 1-én. Iskolánk egyik névadója, Vörösmarty Mihály a romantika egyik legkiemelkedő alakja volt. Születésének 222. évfordulóját ünnepeljük ma, december 1-én. Régi hagyományunk, hogy ennek a születésnapnak kapcsán programsorozattal emlékezünk rá. Az elmúlt napokban színvonalas szavaló és prózamondó versenyt szervezett a Humán Munka Közösség, először iskolai, majd területi szinten. Délelőtt a diák önkormányzat tagjai koszorút helyeztek el intézményünk bejáratánál, az osztályok pedig egy szálvirággal emlékeztek meg a névadókról Vörösmarty falnál. A 8. D-osztály tanulói ünnepi műsort készítettek diáktársak tanáraik számára. Most a Vörösmarty gálán ismét ünnepünk, de már önökkel, kedves vendégeinkkel együtt. Az ünnepben a legszebb és a legfontosabb, hogy együtt lehetünk. Megadjuk a tiszteletet a múltnak, az emlékezetnek. De ünnepelhetünk úgy is, ahogy most tesszük. Együtt örülünk tanulóink, gyermekeink produkcióinak, amikre sokat készültek, mert mi is lenne nagyobb öröm és büszkeség, mint azt látni, hogy tovább él mindaz, amit adni szerettünk volna. A mai délután felcsendülő muzsikában, táncban, az elhangzó versekben és produkciókban, így vagy úgy, de megjelenik iskolánk szellemisége a fellépő diákjainkon keresztül. A névadóink tiszteletére megrendezett gálaműsorok foglalják össze a legjobban, hogy mi is a Fekete-Vörösmarty közössége. Sokféle színes részlet alkot egy egészet, melyet ugyanaz a szándék kovácsol össze egységgé. Örömmel és szeretettel jelen lenni a saját életünkben, egymás életében és mindenki máséban, akinek bármi módon köze van a Fekete-Vörösmartyhoz. A műsor nézői képet kaphattak az iskolában folyó művészeti és tehetséggondozó tevékenységekről. A gála a hagyományok szerint a 10. G-osztály palotás táncával kezdődött, majd a tündérkelepelők énekkar adott elő egy dalt Németh Noémi gitár kíséretével. A Viva Fitness Esse aerobikosai és a Dynamic Rock'n'Roll Club táncosai olyan produkciót mutattak be, amelyekkel az országos versenyeken is jól szerepeltek.